Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé hírműsorát látják. Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Nemzetközi Távközlési Egyesület Telekom World 2019 konferenciájának megnyitóján. Az esélyek jók, mert Magyarországon már szilárd alapjai vannak a digitális gazdaságnak. Magyarország már most is egy digitális gazdaság Európa szívében. A jövő nálunk már elkezdődött, mondta a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, az elmúlt tíz év Magyarországon bebizonyította, hogy nálunk a jövő Őt nem csak meg tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani. Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait József városban közölte Kocsis Máté a Fidesz frakció vezetője, aki visszalépésre szólította fel az ellenzék 8. kerületi polgármester jelöltjét és a helyi ellenzéki jelölteket az önkormányzati választáson való részvételtől. Kocsis Máté a magyar nemzet írására utalva kifejtette a napilapban közölt fotók alapján az ellenzéki összefogás jelöltjei törvénytelen listát készítettek az ajánlóívekről. A kormánypárti politikus megdöbbentőnek és felháborítónak ezt a történteket, és rámutatott, felmerül a választók adataival való visszaélés, illetve a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja. Piko András polgármester jelölti kampányában mindent a magyar és európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tesznek, közölte a 8. kerületi ellenzék polgármester jelölt kampányfőnöke. Udvarhelyi Tessa a közleményben a Magyar Nemzetben megjelent cikre reagálva úgy fogalmazott, semmilyen tiltott adatbázis nem folytatnak, sem az anyáló éveken megadott adatokkal, sem más formában. Reagálásában Udvarhelyi Tessa azt írta, a választási kampányban a polgármester jelölt adatkezelését a C8 civilek József Városért civil társaság Igzi, melynek szabályzata elérhető a csoport közösségi oldalán, valamint minden online és offline kapcsolatfelvételi űrlapon is. Tarlós Istvánt a fővárosiak 56%-a tartja alkalmasnak a polgármesterségre, és csak 34%-uk kételkedik ebben. Karácsony Gergelyt a budapestiek 32%-a tartja alkalmasnak, 53%-a pedig nem, közölte a Nézőpont intézet. A magukat baloldalinak nevező szavazók 43%-a Tarlós István győzelmére, 41%-a pedig Karácsony Gergely az ellenzéki pártok megjelöltjének győzelmére számít az önkormányzati választáson. A budapestiek 60%-a Tarlós István, a Fidesz KDNP jelöltje, 18% a Karácsony Gergely, 1% a Puzsér Róbert győzelmére számít. A kormánypártiak 88%-a veszi biztosra Tarlós István újbóli megválasztását, és csak 3%-uk gondolja, hogy az ellenzéki pártok jelöltje legyőzi a választáson. A kutatásból kiderült az is, hogy Puzsér Róbertet a szavazók 11, a nemzeti baloldali Türmer Gyulát 6, Berki Krisztiánt pedig 1 ok nevezte alkalmas jelöltnek, tették hozzá. A demokratikus koalíció el fogja érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre, így kikerülve az Orbán kormány korrupt rendszerét, mondta Dobrev Klára, a párt Európa Parlamenti képviselője. Dobrev Klára szerint az önkormányzati kampányban a Fidesz azzal ijesztgeti a választókat, hogy ha nem a kormánypártokra szavaznak, akkor nem jut majd pénz a városoknak és a falvaknak. Ez a fenyegetés azonban ma már üresen cseng. Hozzátette, az Európai Csalás elleni hivatal jelentése alapján az pontosan tudja, hogy az Orbán kormány a legkorruptabb kabinet, így a jövőben minden eurócentet meg fognak gondolni, amit ennek a kormánynak a kezére bíznak. Dobrev Klára hangsúlyozta, a DK Európa Parlamenti képviselőjeként és az Európai Parlament alelnökeként az EU legfontosabb döntéshozóival folytatott tárgyalásain pontosan látja azt a szándékot, hogy kialakuljon egy olyan pályázati rendszer, amelyben a források jelentős része közvetlenül lehetne pályázni az EU-nál. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszteri József, Gyosszáf Amrani távozó izraeli nagykövetet fogadta. A megbeszélésen megállapították, hogy a magyar-izraeli kapcsolatok soha nem voltak még ilyen jók. Magyarország az elmúlt években következetesen kiállt Izrael mellett a nemzetközi szervezetekben. Szijjártó Péter arról biztosította a nagykövetet, a magyar külpolitika egyik fontos törekvése továbbra is az lesz, hogy Izraelhez tisztességesen közelítsenek a nemzetközi politikai életben, és ne válhasson méltatlan támadások célpontjává. Külpolitikai híreink. A hétfői vita nappal véget, ért a, véget ér a brit parlament jelenlegi ülésszaka, és október 14-én az új kormány programot ismertető királynői beszéddel kezdődik a következő törvényhozási évad, közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök nemrégiben bejelentette, hogy kormánya ebben a hónapban lezárja a parlament jelenlegi ülésszakát, és október közepén alig két héttel a brit EU-tagság megszűnésének jelenlegi határideje előtt új programot hirdet. A mostani ülésszak befejezésének időpontja eddig bizonytalan volt, de a Downing Street szóvivőjének tájékoztatása szerint a hétfői vitanap végeztével a jelenlegi törvényhozási időszak is véget ér. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság megválasztott elnöke bemutatta a biztos jelöltek végleges népsorát. A portfóliók tervezett elosztásának ismertetésére azonban még egy napot várni kell. Ezen hivatalos brüsszeli tájékoztatás szerint von der Leyen az utóbbi hetekben egyeztetéseket folytatott a november elején hivatalba lépő testületbe jelöltekkel. A lista nem tartalmaz meglepetéseket, mivel a nevek különböző forrásokból már korábban ismerté váltak. Szakértők szerint a tárcák elosztása lesz igazán érdekes. A volt német Védelmi miniszter a nemek egyensúlyára törekedett, amelyet majdnem sikerült is elérni a jelöltek között, ugyanis rajta kívül 12 nő és 14 férfi van. A Brüsszelben kiadott lista megerősítette, hogy a magyar jelölt Trócsányi László. Irán megkettőzte új típusú urándúsító centrifugái számát, közölte a Nemzetközi atomenergiaügynökség, Ügynökség, amelynek az ellenőrei a múlt héten jártak a középkeleti országban. Az IR4 típusú centrifugák száma az elmúlt hónapokban 11 volt, és ez most már 22-re nőtt a Natanzi dúsító üzemben amint a szombaton megállapították a helyszínen. A 2015-ben hat nagy hatalommal megkötött, de az Egyet Államok által 2018-ban felmondott nemzetközi szerződés értelmében Irán birtokában 5060 urándúsító centrifuga lehet az IR1-es típusból. Tehárá szerint az új centrifugákra az ország energia szükségletének fedezése érdekében van szükség. Az iráni atomenergia ügynökség szóhűvője Behrusz Kamal Vandi azt jelentette be szombaton, hogy 40 centrifugát helyeznek üzembe. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy Teherán nem tervezi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ki ellenőreinek kitiltását nukleáris létesítményeiből, és továbbra is az átláthatóságra törekszik. Lezuhant egy izraeli drón dél-Libanon területén, közölte az izraeli hadsereg. Az Irán támogatta, Hezbollah, libanoni terrorszervezet azt állította, hogy a terroristái kényszerítették földre az izraeli légijárművet, amikor átlépte a határt, az izraeli védelmi erők megerősítették, hogy a drón libanoni területen zuhant le, de az okát nem árulták el. A szóban forgó drón egy kis kopter típusú eszköz volt, rutin felderítés végzett a területen, nem áll fenn a veszélye, hogy az eszközből információt nyerhetnének, nyilatkozta a hadsereg. A Hezból terrorszervezet szervezet nyilatkozata szerint harcosai fegyverrel közbeléptek, amikor az izraeli drón Ramieh falu közelében behatolt Libanonba, és az eszköz most már a terrorszervezet tulajdonában van. A két héttel ezelőtti Beiruti drón támadás után, állítólag Izrael hajtott végre, és a terrorszervezet precíziós rakéta projektjét célozta. A Hezbollah megfogadta, hogy minden Libanonba behatoló izraeli kémdrónt lelő. Zsidó előadó művészeti központ nyílik 2020-ban a Gólem Színház és a 7. kerületi önkormányzat együttműködésében az MTI szerint. A Csányi utca három szám alatti épület nem csak színházi, hanem tánc, opera és jazz produkcióknak is helyet ad. A teljes központ 500 négyzetméter nagyságú lesz benne színházi és közösségi térrel, nagy és kamarateremmel, kávézóval, öltözőkkel, irodákkal, raktárral. Terveink szerint. Jövő nyáron megnyílik a kávézó, majd ősztől itt kezdődik a Gólem Színház 2020-21-es évad. A zsidó előadó művészeti központ egész Európában egyedülálló projekt, mondta Borgula András, a Gólem Színház vezetője vasárnap. Vattamány Zsolt, Erzsébet város polgármestere az mt nek kifejtette, néhány hónappal ezelőtt kereste meg Borgula András, aki a helyszínt kereste a Gólem Színháznak, közben a 7. kerületi önkormányzat éppen kulturális intézményeket keresett. Az ötlet nem csak ő, ötletet nem csak ő, de a közgyűlés is támogatta. Számunkra kiemelten fontos, hogy a belső Erzsébet városi negyed buli negyed helyett inkább negyed legyen. Ez akkor tud megvalósulni, ha kulturális értékteremtőket találunk, közvetlenül a leendő zsidó előadóművészeti központ mellett található egy ideje a Csányi 5. Az Erzsébetvárosi zsidó történeti tár és vétek lett volna nem hasznosítani a szomszédságában üresen álló helységet. Belső Erzsébetvárosban rengeteg közös projektünk van, a helyi zsidósággal nyilatkozta. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a heti tv.com-on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hazánkban kedden délelőtt a pára foltok megszűnnek, csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem alakul ki, délután a több órás napsütés mellett gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből csapadék nem lesz. A szél napközben élénk déli lesz, hajnalban 9-14 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 20-25 fok között alakul, késő este 14-20 fok lesz. Köszönöm figyelmüket, szép napsütéses napot kívánok a viszontlátásra!